Köszöntöm nézőinket, Önök kulturális magazinunkat látják, Jela Jászmin Grace vagyok. Mutatom, mit kínálunk a következő percekben. Hogyan alakultak ki a mártonnapi szokások? Babits által írt képes lap a hónap műtárgya. Elkészült a nagydorogi reformátusok története. Társas játékok tömkelege várta az érdeklődőket idegszemcsén. A mártonnapi népszokások egyrészt az év végéhez, a mezőgazdasági munkák befejeződéséhez, illetve az advent közelettéhez kötődnek. Másrészt ahhoz a legendához, amely szerint Szent Márton egy libaolban próbált elrejtőzni, amikor püspökké akarták megválasztani, de a ludak elárulták gágogásukkal. Márton püspök a leírások szerint nagyon szerette Pannóniát, nem véletlen, hogy csontjai egy részét ma is Szombathelyen őrzik. November 11-e Márton nap, amelyről sokaknak egy ropogós liba sült jut eszébe. De ki is volt Szent Márton, és mi történt a köpenyével, na és milyen népszokások alakultak ki a nap kapcsán? Szent Márton, akinek ugye ma már úgy nevezzük, hogy Túri Szent Márton püspök lett az ő teljes neve, nagyon régre, tehát a 4. századra a Római Birodalomban nyúlik vissza az ő élettörténete. Azért is fontos az ő életkörülményeit, illetve azt a korszakot egy kicsit megnézni, mert a kereszténységgel való megismerkedése ebben a római időszakban indult el. A keresztény üldözések után 313-ban Nagy Konstantin, illetve Licinius császár, ugye kiadják a milánói ediktumot, aminek pont az volt a lényege, hogy az eddig a római birodalomban üldözött keresztényeket felmentették, szabad vallásgyakorlást kaptak, illetve teljes polgárjogot nyertek. Tehát ebben a vallási átalakulásban, ebben a millióban született, illetve élt Márton. Számunkra, a magyarok számára Szent Márton születése nagy jelentőséggel bír, ugyanis Szaváriában, a mai Szombathely területén, tehát Pannóniában született, és ez a kötődése a későbbiekben is az ő szent kultuszában Magyarországon meg is jelent. Márton családja Olaszországban, Páviában telepedik le. Ő pedig a keresztény tanokat megismerve nő fel, egész korá kisgyermekként, 12 évesen eldöntötte, a keresztény hitre tér. Ennek ellenére folytatva édesapjának úgymond a mesterségét, tehát ez szokás volt a római birodalomban, hogy a katona gyerekek szintén a római császári hadseregbe állnak be. Maga Szent Márton is lovastiszté nevezték ki, és így jutott el Galliába, az egyik ilyen helyőrséghez, Aminbe, ahol az első jótékony cselekedete történik. Ez az a történet, amelyet ma mesélnek, mint jó téteményt, amikor a lovastiszti köpenyét szétvágva ráterítette egy koldusra. Ezt a történetet nem csak az életrajzából ismerjük, hanem mindentől kezdve, sőt a 6. századtól kezdődően több száz éven át az ikonográfikus ábrázolásokon, tehát festményeken, üvegablakokon, majd a katedrálisokon, gótikus katedrálisokon, mozaikokon, szobrokon, tehát ez az ikonikus jelenet mindig megjelenik, és gyakorlatilag ez a ketté vágott köpeny az ő egyik ilyen attribútumává, mint szent attribútumává vált. De hogy kerül a mártonnap történetébe a liba? Amikor 371-ben Túrnak püspöke meghalt, tudjuk az életrajzából, hogy a szerénysége miatt ő nem szeretett volna püspök lenni, ezért ő a libák közé bújik el a legenda történetek szerint, akik gágogásukkal ugye elárulják Szent Mártonnak a helyét, és így kénytelen kelletlenül elvállalja ezt a püspökséget. Azonban az egész életét áthatotta a szerénység, az alázat és egy aszketikus szerzetesi életvitel, tehát ő püspökként is megtartotta ezt a szegény életmódot, és egész nyáját, egész az őt követő közösséget, mindenkit a lelki üdvözülésükre buzdított, illetve erre a szegény életmódra buzdított. Maga a liba alaknak a megjelenése, illetve a legenda történetekben való megjelenése, az viszont egy későbbi dolog volt. Tehát mi is, a tudományos kutatás is feltételezi azt, hogy a libának, mint attribútumnak való megjelenése, az a 10. századtól kezdődhetett meg, és
a művészeti ábrázolása, amire az elsőről, amiről ma a tudomány meg a művészettörténet tud, az csak a 15. századi, az első ilyen ábrázolás. Valószínűleg, hogy ez összefügg a keresztény egyháznak azon törekvésével, hogy a régi pogány hitvilágnak a tételeit keresztény jelképekkel fedjék el. Na de a Márton nap nem csak az egyházhoz köthet. A mezőgazdaságban ez a nap évfordító. Ezen a napon nagyon sokszor szétverték a nyájakat, a pásztorok elszámoltak az állatokkal, és ezen a napon az elszámolás után vagy újra fölvették őket dolgozni, tehát egy éves szerződést kaptak. Ugyancsak a különböző mezőgazdasági intézőket ezen a napon számoltatták el, és ugyanúgy új szerződést kaptak, a jobbágyok elszámoltatásának napja volt. Tehát ez mind-mind összefűződik a mezőgazdaság végével és újra való indításával. A pásztoroknak ezen a napon Dunántúlon nagyon fontos szerepe volt a jövő évi állataldomás, állat egészség és szaporulatnak az előmozdításában, ugyanis a pásztorok házról házra jártak, jó kívánságokat mondtak el, vesszőnyalábot vittek a ház lakóinak, ami megint csak az állatok szaporasságát volt hivatott elősegíteni. A másik jellemző szokás volt, általában nyírfa vesszővel megvesszőzték az állatokat, ettől a beteg állatok meggyógyultak, ugyancsak a szaporasságot segítette ez elő. A jó kívánságokért cserébe a pásztorokat megvendégelték, és a kapott ajándékokat közös asztalra téve nagy lakomát csaptak. Ez lett a mai Mártonnapi evésivás előzménye. Volt egy olyan mondás egész országban szokásban, hogy aki Márton napján tömött libát, kövér libát eszik, az a jövő évre való egész családja egészségét, bőségét biztosítani tudja. Tehát ez a hagyomány, ez a fajta gazdagsággal, egészséggel összefüggött hagyomány, ez ráragadt, átragadt mindig és mindenkor Szent Márton libájára is. Tehát innen jön az a szokás, hogy Márton napon libát kell ennünk. A szekszárdi születésű Babits Mihály által írt képeslap került a Vosinszky Mór Múzeum hónap műtárgyait bemutató vitrinjébe. A postai küldemény címzetje Gróf Zicsi Rafaelné, a 20. század első felének ismert irodalmi ambícióval is rendelkező közszereplője volt. Aki vendégül látta a költőt és feleségét, és aki befolyásos lévén nyújtotta számára segítséget a magyar irodalmi életben. A Dohány nagy és különlegességi áruda képeslap sorozatában az 1910-es években készült szekszárdi sorozatból eddig 8 fajta ismert. A hónap műtárgya képeslapja a mai Széchenyi utcai Szent István tér sarkán álló hitelbankot ábrázolja. Az épület Garai János szülőháza helyén 1905-ben épült fel Licenti László tervei alapján. 1911-ben vásárolta meg a Tolna megyei Takarék és Hitelbank. A palota mögött a Garai gimnázium épülete, jobb oldalt pedig a Garai tér sarkán álló egykori csendőrposzt kisbódéja is látható. Mindez önmagában is érdekes lehetne, de a képeslapot még érdekesebbé teszi a másik oldala, ahol Babits Mihály a Szekszárdon született költő üzenete olvasható. Kis csókját és üdvözletét küldi a szekszárdi szőlőhely tetejéről Babits Mihály. Szintén a költő írta a címzést méltóságos Zicsi Rafael grófnőnek, Sárszent Mihály. Elméletileg ez egy nagyon felszínes, egy tulajdonképpen egy udvarias válaszlevél. 1921. júniusában Babits Mihályt és feleségét ez a gróf Zicsi Rafaelné elhívta teázásra, és hát nyilván egyfajta ilyen udvarias válaszlevélként is felfogható ez a levél. Egyébként nagyon kevés levelet írt, hosszú időt, 2 hónapot töltöttek egyébként itt Szekszárdon 1921 nyarán. Babits Mihály ekkor kezdte írni, illetve lényegében itt fejezte be a Halálfiai című regényét, amely lényegében Szekszárdról szól, és először 21. októberében részletekben jelent meg, és 1927-ben könyvformájában is napvilágot látott ez a könyv. És a család birtokában lévő előhegyi présházban írta meg, tehát mindenképpen, mivel szekszárdi téma volt, egy szekszárdi millióbe szerette volna megalkotni ezt a könyvét. Gróf Zicsi Rafaelné a 20. század első felének ismert irodalmi ambícióival is rendelkező közszereplője volt. Zicsi grófné a Magyar Katolikus Nőegyület Országos Szövetségének és az Országos Katolikus Nővédő Egyesületnek volt elnöke, az 1934-44 között megjelenő Asszonyok, Lányok, Katolikus Nők folyóiratának főszerkesztője volt.
vezető szerepet játszott a Nemzeti Konzervatív Alapokon álló Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége vezetésében is. 1877-ben született Palavicsini Eduardina, vagy Edina néven, és a neve is mutatja, egy arisztokrata családnak a gyermeke volt. 1901-ben ment férhez Zichy Raphael grófhoz, aki Sárszent Mihályon volt birtokos, tehát ez indokolja, hogy miért oda küldte ezt a levelet. 1925-ben viszont hát elég botrányos körülmények között vált el a férjétől. Itt megvádolták, férje vádolta meg, hogy leszbikus kapcsolatban él a korszak neves írónőjével, az egyébként szintén szekszárdi gyökerekkel rendelkező Tormai Cecillel. Több olyan szervezetbe és folyóiratba is vezető tisztséget láttak el mind a ketten, amelyek tulajdonképpen az akkor éppen megerősödő Horthy korszaknak a támaszai voltak. Zichy Raphael egyfajta ilyen közvetítői szerepet is játszott el, tehát a korszaknak a kultúrpolitikájába, ugye ez Klebelsberg Kuno időszakára, kultuszminiszterségének időszakára esik, ekkor próbáltak új folyóiratokat indítani, államilag támogatott folyóiratokat, és megpróbálták ebbe, erről van is egy feljegyzése a miniszternek, hogy Babits Mihályt is, akinek nagyon jó katolikus háttere volt, hogy megpróbálták akár szerzőként, akár szerkesztőként hát elhívni ezekhez a új folyóiratokhoz. Napkelet néven indították meg egyébként 1923-ban ezt a nevezett folyóiratot. Nem is véletlen talán a névadás, hiszen a nyugatnak az irodalmi súlyát próbálták valahogy ellensúlyozandó. Azonban nem lett ez egy túl hosszú életű folyóirat, hiszen 1940-ben Tormai Cecil volt ennek a főszerkesztője is, és 1940-ben megszűnt ez a folyóirat. Babits azonban hű maradt elveihez és a nyugathoz. A képeslap formálisan egy udvarias válasz egy nyár elejé vendéglátásra, de sokkal inkább a megszilárduló Horthy korszak kormánypárti támogatásával rendelkező, újra szerveződő konzervatív keresztény irodalmi élet egy Babits felé irányuló, meghiúsult tapogatódzó megkeresésének szerény tárgyi bizonyítéka. Elkészült a nagy dorogi reformátusok története 1554-től 2013-ig című közel 500 oldalas könyv, melyet Dobri István helytörténész írt több évtizedes kutatómunka eredményeként. A kötet minden eddiginél részletesebben mutatja be a nagy dorogi református gyülekezet történetét, valamint gyűjti egy csokorba értékeit. Dobri István Nagydorog egykori polgármestere már hosszú évek óta foglalkozik a település helytörténetével. Számos kutatásából már könyv is született, ezúttal sem volt ez másként, ugyanis nemrégiben jelent meg 5. alkotása, amely a nagydorogi reformátusok története 1554-től 2013-ig címet viseli. Találtunk egy olyan kőbevésett dokumentumot, és ez szó szerint értendő, amelybe az akkoriak, amikor a templomot építették, elrejtették, hogy mikortól is van a református gyülekezet. Nagydorogon, hát ugye akkori szokásnak megfelelően latin számokkal írták, római számokkal, eltévesztettem, római számokkal írták. A 2013 pedig hát az előző lelkészünk, amikor elköszönt 2013-ban, a két időpont között, ugye hát majdnem 470 év van, egy hatalmas idő, amit egy ember alig-alig tud felfogni, hogy hát mekkora időtáv is ez, és ebben 26, ebben az időszakban, hát egész pontosan 1626-tól volt az első lelkésze a gyülekezetnek, akiről írott emlék van, írásos emlék van, és 26 lelkész szolgált a gyülekezetben, a most szolgáló tiszteletes asszonyunk a 27. lelkésze a nagydorogi reformátusoknak. A 494 oldalas könyv 12 fejezetből áll, amelyek többek között a reformációval és annak terjedésével foglalkoznak. Majd a nagydorogon a reformáció korából van egy tárgyi emlékünk, egy kehely, ami a könyvnek a hátsó borítóján szerepel, és az utolsó fejezet, a 12. fejezet, az szintén egy ilyen vegyes, amelyben a
az itt szolgált lelkészek a gyülekezetből kikerült és lelkész lett, tehát nagydorogi születésűek és lelkészek lettek, közülük három szolgált különben a nagydorogiak között, a 26 között, akit az előbb említettem. Akkor vizitációk, püspöki vizitációknak az anyaga, az nagyon sok érdekességet tartalmaz, mind az iskolára, mind a tanítókra, mind a pap személyre, tehát egy nagyon értékes anyagról beszélek, illetve a könyv végén, az utolsó részében, a 12. fejezetnek, ott pedig elég sok képpel megörökítettük a gyülekezetnek a templomát, a templom belsőt és a különböző kegy tárgyait, amit úrvacsoraosztáskor, amit kereszteléskor, egyéb dolgokkor használnak fel, sőt a pecsétnyomókat 1800-as évek első harmadától, amikor még a viaszpecsétek, a logó viaszpecsétek voltak, mindez megtalálható a könyvben, és a két fejezet, az első és a 12. között, ugye hát akkor ott van 10 fejezet, az a 10 fejezet tárgyalja a 26 lelkésznek és a gyülekezetnek a ténykedését, az életét, ugye a lelkészek hol születtek, szüleik, innen hova kerülnek, honnan kerültek nagy dologra, akiket lehetett, mindenki nyomon követve. A településen a reformáció egyik fontos alakja volt Sztáray Mihály reformátor. Ő 5 évet szolgált hozzánk elég közel Tolna mezővárosban. 1553-tól 1558-ig előtte, meg utána, tehát a tolnai szolgálata előtt és a tolnai szolgálata után Laskón, Laskó település, Laskó község az Eszék mellett található, és utána még messzebbre ment, mert Gyulára, Sárospatakra, illetve Pápára, és ebből lehet arra következtetni, hogy amikor 20 kilométerre lehetett az az 5 év, amikor Tolnán van, valószínű, hogy akkor került kapcsolatba a nagydorogiakkal, a nagydorogi reformátusokkal, és az ő nevéhez köthető, és az egyértelműen hát bizonyított, hogy az a kehely, ami a gyülekezet tulajdonában van, aminek a neve is az, a Sztáray kehely, tehát udalnak a nevében arra, akitől származik ez a kehely, az hát ő adta valamikor a hittérítés időszakában, és itt az 1554, ahogy mondtam, de hát ez a könyvben van bent, még nem akarnám lelőni a poént, a küszöb alá tették be egy kőlapra, és oda van felvésve. Nagy dolog egykor teljes mértékben református község volt, mondja a helytörténész. A katolikusság a 19. század elején jelent meg, akkor, amikor a Széchenyi család tulajdonába került a település. Nagyon korán templomot tudnak építeni, még a türelmi rendelet kiadása előtt, ma is látható templomot, nagyon hosszú ideig a Tolnai Egyházmegyének az egyik legerősebb gyülekezetéről beszélünk. 2000 vagy közel 2000 tagja volt a gyülekezetnek, meg hát mellette a sok gyermek, minden, akik nem számítanak tagnak, viszont ez a létszám sajnos fogyott. Napjainkban szerintem egy olyan jó 450 körül az ünnep egyházadót vagy egyház fenntartói járulékot fizetőknek a száma, a lélek száma. A könyvemet ajánlom minden jó szándékú embernek, felekrezetre való tekintet nélkül, mert úgy is csináltam, hogy foglalkozik természetesen is a döntő részében a reformátussággal, de én azért történelmi hátteret is, a települési hátteret is, a településnek az elöljáróságát, előjáróság alatt most azt értem, hogy a bírói, a jegyzői, a tanítói, de hát természetesen abban az időben még egyházi oktatás volt, és ők is reformátusok, tehát a református alkalmazásban voltak. Tehát azt tudom mondani, hogy mindenkinek nyújt, remélem, egy kis élményt és egy kis örömet, legalább akkorát, mint nekem. 2020. februárjában alakult meg az a szervezet, akik idegszemcsén azon munkálkodnak, hogy tartalmas és érdekes programokkal töltsék meg a falu életét. A Kreatív Idegszemcsei Fiatalok és Lokálpatrióták intézménye számos programot szervezett már. A 24 órás társas játékparti már másodízben várta az érdeklődőket, ahol közel 150 játék kipróbálására adódott lehetőség.
A Kreatív Iregszemcsei Fiatalok és Lokálpatrióták intézménye több mint 2 éve kezdte meg a közösség kovácsoló munkáját a településen egy igen fontos célkitűzéssel. Ebben a közösségben valami olyan dolgok tudnak születni, amik építő jellegűek lehetnek a falura nézve is, és a környékre nézve is. Tehát új szórakozási alternatívák kínálása leginkább a helybéli fiataloknak, de nem csak a fiataloknak, hanem 0-tól 99-ig, ahogy a társasjátékok borítójára is szokott lenni ez írva. Az általuk szervezett egyik legsikeresebb rendezvény a 24 órás társasjátékparti, amellyel másodízben mozgatják meg a környező településen élőket is. Közel 150 játék közül válogathattak az eseményen résztvevők. Februárban volt a legelső, még idén, de olyan, mint a tavaly lett volna, mert akkor még Covid időszak volt, és egy kicsit nehezítette ez a szervezést. Az egész úgy indult, hogy egyre több társasjátékot halmoztunk fel, tehát rengeteg olyan játékunk volt, amit nem tudtunk kihasználni, mert nem volt rá idő. Tehát az idő volt mindig a legnagyobb baj, hogyha általában itt voltunk a tetőtérben, akkor mindig az volt a rendezvényeink záró programja, hogy ki lehet próbálni társasjátékokat. De nyilván abban a 2-3 órában egy maximum 2 rövidebb játékot lehet kipróbálni, és hát mi lenne, hogyha ezt kibővítenénk egy formális időintervallumra, és akkor legyen ez a 24 óra, ez egy nap, és ez alatt az egy nap alatt rengeteg sok játékot ki lehet próbálni, és azóta is folyamatosan növekszik az állományunk, a játékállományunk. Vannak gyerekjátékok, filler játékok, tehát ezek az ilyen párperces felnőtteknek való ilyen kis levezető, két fröccs között így el lehet vele lenni, és természetesen vannak ezek a heavy euro, ameri típusú 3-4 órás komolyabb játékok is, és erre egy külön termünk van a mai estén, ahol a vállalkozók kedvű vendégek ki tudják tölteni a 24 órát 2 játékkal is akár, de leginkább az újabb játékok a jellemzőek most nálunk, és szerintem ezért is egyedi a rendezvényünk, mert itt tényleg olyan játékokat lehet kipróbálni, amik jelenleg piacvezetők Magyarországon, és nehezen lehet hozzájuk jutni. A társashozni vágyók több helyiség közül választhattak a 24 óra alatt, ahol különféle játékok várták őket. Most szétosztottuk kisebb ilyen helyiségekre. Most ahol én állok, ez a chill room, jelenleg ez itt a legnépszerűbb. Chill room annyit jelent, hogy könnyedebb játékokkal, gyerekjátékokkal lehet ide beülni. A díszítés is ilyen nagyon kellemes hangulatú lett. Ezúttal is szeretném megköszönni Matus Hajnalka kolléganőmnek, aki ezt a gyönyörű és impozáns látványt megteremtette ebbe a terembe. Ahol most állunk, és velem szemben ez a dühöngő. A dühöngő alatt azt kell érteni, hogy itt olyan igazi, nem is csúnya szó, de ilyen agresszívebb játékokat lehet játszani, ahol az a győztes, aki minél többet tud a másikba rúgni, ilyen kártyajáték, a másikkal kicsesszős játékokat, ahol nyugodtan lehet a másikat ütni, verni, és aztán ugye a harmadik terem, amit már említettem, ez a hardcore terem, itt pedig ilyen nagyon hosszú 3-4-5 órás játékokkal lehet játszani. Az esemény résztvevői közül többen érdeklődtek a komolyabb társas játékok iránt, amelyek sok gondolkodást és taktikázást igényelnek. Ezáltal akár 5-6 órát is igénybe vehet, mire a végére ér a játék. Mindig, mikor leülünk játszani, komolyabb játékokkal játszunk, és előre kell gondolkozni, különböző stratégiákat választani, és nekem ez egy ilyen agytréning, mellette meg társaságban vagyunk, szórakozunk és jól érezzük magunkat. Ez most egy elég összetett játék, ráadásul minden létező kiegészítőt összepakoltunk, úgyhogy így úgy tervezzük, hogy ez így körülbelül egy 4-5 órás játék lesz. A település polgármestere sem hagyta ki a rendezvényt. Öröm számára, hogy a fiatal szervezet kezdeményezései között a társasjátékozás is helyet kapott. A Kifli ezekre a dolgokra odafigyel, hogy ami esetleg régebben is, tehát most akkor beszéljünk a társasjátékról, ami ugye régebben is trendi volt, azokat visszahozzák, és ahogy látjátok ti is, azért nagyon nagy sikere van. Nekem az első is nagyon tetszett, úgyhogy hála Istennek ezeken a civil kezdeményezéseken, vagy ezeken a civil szervezetek által létrehozott programokon, hála Istennek mindig részt tudok venni. Iregszemcsén egyébként is aktívak a civil szervezetek, hát a Kifliről nem is beszélve. Hála Istennek, az első is nagyon-nagyon tetszett, ott nagyon sok korától tudtam renni. Remélem, hogy most is sikerül, úgy terveztem én, és most itt maradok a végéig. A Kifli által szervezett rendezvények nem csak a helyieket mozgatják meg, ez alkalommal is többen érkeztek vidékről.
Először jöttem el ide barátnőmnek a tanácsára, és egyébként nagyon jól érzem magamat. Szerintem nagyon jó itt lenni, tehát ez egy nagyon jó kikapcsolódás. Azért szeretek ugye itt lenni, mert ugye jó társaság van, és a társasjátékok is vannak itt, nagyon jók. És hogyha mondjuk valamit meg akarok venni, akkor itt ki tudom előtte próbálni, hogy megvegyem. Ugye szerintem ez egy tök korrekt kis foglalkozás. A Kifli csapata ígéri, a jövőben sem maradnak a társasjátékok kedvelői program nélkül. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!